Megérkezett az enyhülés, köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa TV híradója. Napok óta ma emelkedett több órára fagypont fölé a hőmérséklet, délután plusz 4 fok volt Kanizsán. 30 évvel ezelőtt viszont megbénult az ország a havazástól, erről is szó lesz a mai híradóban, de hogy még miről, azt már is mutatjuk. Kiégett a kamion, a hajnali baleset miatt délutánig volt forgalomkorlátozás az M7-esen. Mécseseket gyújtottak, a második magyar hadsereg elesett zalai katonáira emlékeztek. Az utolsó igazi tél. 1987-ben ilyenkor Kanizsát is vastag hótakaró fette, és -26,8 fokot mértek. Délutánig volt forgalomkorlátozás a Sormási pihenőnél az M7-es autópályán a hajnali kamionbaleset miatt. Egy Budapest felől érkező kamion eddig tisztázatlanokból csaknem a pihenő teljes hosszában letarolta a szalagkorlátot, majd keresztbe fordult a pályán és kigyulladt. A jármű raktere és vezetőfülkéje is lángolt. Az esethez elsőként a nagykanizsai tűzoltók vonultak ki, később a megye más városaiból is érkezett segítség. A baleset miatt a Letenye felé vezető oldalon a forgalmat a Sormási pihenőre terelték. Személyi sérülés nem történt, de a jármű vezetőjét ellenőrzésre a nagykanizsai kórházba szállították. A baleset okait vizsgálják. A tragikus sorsú második magyar hadsereg elhunyt katonáira, az elesett zalai honvédekre emlékeztek a hozzátartozók ma Nagykanizsán. 74 éve ugyanis január 12-én indított támadást a szovjet hadsereg a Donkanyarban. Mécseseket gyújtottak a személyesen nem is ismert édesapák hozzátartozók tiszteletére. A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadijárvák Országos Nemzeti Szövetsége nagykanizsai hadigondozottak klubjának tagjai. A városi temetőben kopjafa és kőkereszt emlékeztet a Donnál 1942-ben és 43-ban elhunyt magyar katonákra. Az édesapám önként 43 martusában halt meg, ugye ezt lejegyezték, és itt tudjuk pontosan, ugye hát én januárban születtem, meg hát martusban halt meg. 1942 májusában 10 000 zalai katonát vittek ki az orosz frontra. Nagyon kevesen tudtak hazatérni. Az elhunytakról pedig csak 2006-ban kaptak információkat a hozzátartozók. Egy kicsit nehéz feldolgozni, mivel csak fénykép van róla, amit esetleg az ember elővesz és megnéz. A város nevében Tóth Nándor alpolgármester és Vukics József külsős bizottsági tag volt honvéd alezredes helyezettel Mécsest az emlékoszlopoknál. Elkezdődött a házszentelések időszaka. Vízkeresztkor ért véget a karácsonyi ünnepkör, akkortól a hívek kérésére a papok megszentelik az otthonokat. Mindenható Úrunk Istenünk, áld meg ezt a lakást, lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen ereje. Tölts el alázat, jóság és szelítség, engedelmesség és hálaadás az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Szűcs Imre, a Felső Templom plébánosa nem először járt a Lovrek családnál. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. A keresztény hit szerint a szentelt víz előz minden gonoszt. A Jóisten a mindennapjainkban benn van, és fontos nekünk a Jóisten közelsége. Fontosnak találjuk, hogy az otthonunkban is a mindennapjainkban benn legyen. A házszentelés szokása arra is emlékeztet, amikor Jézus nem tanított, csak jelen volt. És ugyanígy, amikor a lelkipásztor nem tanítani megy a családhoz, akik hívják, hanem együtt lenni velük egy kicsit. Megmutatni kölcsönösen egymásnak a másik arcukat is, hogy egy jót beszélgessenek, akár kocincsanak, bármi örömüket megosszák, a bánatukat megosszák. A Lovrek család legfiatalabb tagja rendszeresen minisztrál a templomban. Jönye mondta nekem, hogy próbálj meg a minisztrálkodást, mert nem is lehet olyan nehéz. Aztán ahogy egyre jobban megpróbáltam a minisztrálkodást, hát úgy ment jobban. A házszentelés után Szűcs Imre atya még elbeszélgetett a családdal. A plébános szerint manapság egyre nagyobb igény van a hasonló együttlétekre.
30 éve 1987. január 12-ére megbénította a sokak szerinti utolsó igazi tél az országot. Akkor már 3 napja heves szélvihar kíséretében havazott, és nagyon hideg is volt. Magyarország egyes területein 70-80 km/órás sebességű szél hordta a havat, és hatalmas hótorlaszok zártak el a külvilágtól több települést, sokan pedig az utakon rekedtek. A betegeket és az élelmet katonák szállították, akadozott az áramellátás. 1987. január 16-ára a középhegységekben 50-77, a síkvidéken pedig 20-50 cm hó esett. Kanizsán január 10-én kezdődött a havazás, 11-én 12, 12-én pedig 23 cm friss hó hullott. Január 11-én mínusz 26,8 fokot és 60 km/órás szelet mértek. Sokan fogadják meg új évkor, hogy változtatnak életükön, és a mozgás is főszerepet kap majd ezután. A lelkesedés azonban nem tart sokáig. A felmérések alapján 10-ből 6 ember hamar feladja. Az edzők és a rendszeresen sportolók szerint nagyon fontos a kitartás és a belső motiváció, így ugyanis meg lehet tartani a fogadalmat. Izzasztó mozgásokból tegnap sem volt hiány a Fitpoint edzőtermében. A hölgyek többsége jól szeretne kinézni, ezért is mennek el hetente több alkalommal Pintér Andrea alakformáló órájára. Én úgy gondolom, hogy aki most jön le január 1-től edzeni, ő neki mindenképpen arra kell figyelnie, hogy legyen benne erő és kitartás, mert én is úgy edzek és úgy tartok magamban mindig energiát és erőt, hogy mindig többet, többet és többet. Tehát mindig van az a kicsi plusz, amit muszáj elérni ahhoz, hogy még több erőnk és energiánk legyen edzeni járni. Szilveszter éjszakáján sokan fogadják meg, hogy az új esztendőben mindenképpen mozogni fognak. Pintér Andrea idén egyelőre kevés új jelentkezővel találkozott, de ez a következő hetekben még változhat. Az eddig évek tapasztalata az, hogy így január nem is első hetében, de második, harmadik hetében azért úgy elkezdenek az emberek különböző mozgásforma után nézni. Termeket keresgének nyilván, ez az időjárástól is függ. És újévi fogadalomként megpróbálnak bizonyos célokat kitűzni és megvalósítani. A lelkesedés azonban hamar elfogy, 10 emberből 6 ugyanis gyorsan feladja. A rendszeres mozgás mellett egyébként a táplálkozásra is oda kell figyelni, és az is nagyon fontos, hogy ne csak alkalmi sportolók legyünk. Az lenne a cél szerintem, hogy életmódváltás legyen ez, ne pedig egy diétát kövessenek, amit csak rövid távon lehet fenntartani, míg ugye egy életmódváltás arról szól, hogy egy személyre szabott edzésprogramot állítunk össze, étkezési tervet, és ez hosszú távon is fenntartható lesz. A tapasztalatok alapján az edzőtermekben március-április környékén újra többen jelennek meg. Ők pár hónap alatt szeretnének maguknak bomba alakot a nyárra. Az edzők szerint azonban ez gyakran kudarcba fullad. A megoldás az lenne, ha már most elkezdenék a mozgást. Figyelemfelhívó kampányt indított a veszettségről a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az Európai Unió területén a mentesítésnek köszönhetően a betegség jelentősen visszaszorult, de pár tagállamban szorványosan még mindig előfordul, mondta el híradónknak dr. Pallós László, a NÉBIK országos állatvédelmi főfelügyelője. Az EU-nak az a célja, hogy 2020-ra a teljes területén megszűnjön a veszettség. Ennek az egyik része az olyan kampány is, amely a lakosság próbálja bővíteni a betegség vonatkozásában. Egyrészt a kampány célja az, hogy a lakosság felismeri a betegségre utaló tüneteket, és jelentse a betegségre gyanús állatokat, vagy hogyha állat hullát talál a mozgás közvetében. A másik célja pedig az, hogy az egészséges rókák ugyanakkor ne keltsenek riadalmat, egyrészt egy riadást szól arról, hogy a rókák bemennek a lakott területekre, hiszen ott meglehetősen könnyen találnak táplálékot, és ezt hűtve nagyon jól alkalmazkodnak, ezt ki is használják. Karácsony óta aratják a nádat a Kis-Balatonon. A szakemberek 2 óriási géppel vágják a növényt. Most reggeltől sötétedésig dolgoznak, a befagyott lápon ugyanis könnyebben tudnak haladni. A nádból tetőfedőanyag és nádszövet készül, a hazai mellett külföldi piacra is szállítanak belőle. Ilyen óriási géppel aratják a nádat a Kis-Balatonon. A nagy kerekei miatt szinte bármilyen talajon tud közlekedni. Most azonban örülnek a nádaratók, mert jégborítja a mocsaras területet, így hatékonyabban tudnak dolgozni. Olyan 3 métert visz az asztal,
És hát lassan kell menni, hogy a gép győzze bekötni a nádat, meg a fiúk tudják kiszedni a kaszából. Szóval lassan megy a gép. Naponta olyan 4 hektárt tud leszedni. A nádaratók 2 géppel, összesen 8-an, kora reggeltől szinte sötétedésig dolgoznak. Karácsony környékén kezdték el a munkát, de még bőven van dolguk. Idén nagyon jó minőségű a nád. Először osztályozásra kerül, ezt külön emberek fejezik el az osztályozást, majd innentől kezdve ezt tetőfelőkévébe, illetve úgynevezett exportkévébe kötik. Tetőfelőkévéket saját magunk is feldolgozzuk itthon, illetve egy része Nyugat-Európába exportra kerül, amit ugyanúgy kint tetőkre dolgoznak föl. A hosszabb kévékből, az úgynevezett exportból már nádszövet készül. A tervek szerint idén is 200 ezer kévényi nádat tudnak majd levágni a Kis-Balaton ezen szakaszán. Erre egyébként azért is van szükség, hogy az állatok természetes élőhelye megújuljon. Az aratás várhatóan február végéig tart majd. 25 csapat részvételével rendezik meg a következő 3 napban a 6. Szabadics Kanizsakupát. A teremfoci mérkőzésekhez a csoportokat tegnap este osztották el egy nyílt sorsoláson. Ez azonban nem volt zökkenőmentes, ugyanis több csapat mérkőzését más időpontra kellett átrakni, mert a kihúzott játéknap nem volt megfelelő számukra. A torna pénteken délután 17:30 kezdődik a Zsigmondi csarnokban. A legtöbb csapat egyébként nagykanizsai, de érkeznek focisták Szegedről, Zalaegerszegről, Lentiből, Ajkáról és Budapestről is. A torna dobogósai pénz és tárgyjutalmat is kapnak. Elég sok volt a kérés, ilyen még nem volt a sorsolásokon, ezért elég összekeveredtek a kiemelések, illetve a csoportbeosztások. Sajnos ezt nem szerettük volna, de nem tudtuk másképp megoldani, hát meglátjuk, hogy alakulnak. Egyébként vannak nagyon-nagyon erős csoportok, illetve vannak jóval gyengébb csoportok. Fontosabb híreink ismét röviden. Kiégett a kamion, a hajnali baleset miatt délutánig volt forgalomkorlátozás az M7-esen. Mécseseket gyújtottak, a 2. magyar hadsereg elesett zalai katonáira emlékeztek. Az utolsó igazi tél. 1987-ben ilyenkor Kanizsát is vastag hótakaró fette, és -26,8°C fokot mértek. A Kanizsa TV híradóját látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!